testművész a természetben nem a tudományos igazságot, hanem az impressziót keresi, és a művészetben nem lát lehetet akaradni, hanem élni. Ti is élményt adtok nekünk, és köszönjük, hogy újra bencsekkedik az alkotásaitokat. Szeretném megkérni Dolog Márkén, Arad Elbocsánat, igen, aki a tanár. Jelenben és múltban is lehet így fogalmazni, hogy nyissa meg a lelkünket és vezessen be minket a ti szemléletek vezető megismerésében. Szeretettel köszöntöm Önöket, benneteket. Engedjétek meg, hogy azzal kezdjem, hogy felolvasom, hogy mi van a meghívóra írva, amit kaptatok. Lukács Andrea festőművész, Damóczi Gergely festőművész, közös képzőművészeti kiállítása. Két művész, két ember, két stílus, egy közös pont, egy helyszín, egy iskola. És ez az egy közös pont, ez a Valdorat rajz- és festőiskola, ahol sok-sok évvel ezelőtt kezdtetek el rajzolni és festeni. Épp tegnap volt egy iskoláknak egy kiállítása Budapesten, azoknak a tanítványoknak, akik az az első kiállításuk, és számukra az az első ünnep. Nektek ez a sokadik kiállításotok, sokadik csoportos és sokadik egyéni kiállításotok. És azon a kiállításon is elmondtam, és most is el szeretném mondani, hogy hivatalosan mi egy rajz- és festőiskola vagyunk. És természetesen az a célunk, az egyik fő célunk, hogy megtanítsunk embereket, titeket rajzolni és festeni, de a legnagyobb belső motiváció számomra az nem ez, hanem az, hogy, látom az átalakulást bennetek, a belső átalakulást, a lelki fejlődést, amit a rajz és festés tanulás okoz bennetek. És Gergő egyszer az egyik tábor után ezt írtad nekünk, idézem, hogy annak idején ti találtatok valamit, és a pillangó effektus hatása alá itt is megmutatkozik. Nem csak rajzolni, festeni tanítotok embereket, hanem adott kontextusba helyezve emberek életére vagytok, és lesztek hatással. Én azt gondolom, hogy a ti életetekben ez egy óriási mérföldkő volt akkor, és ugye soha nem lehet tudni, hogy egy apró dolog, hogy eljössz egy rajztanfolyamra, az mit indít el, és hova fogsz eljutni általa. Én azt szeretném kérni, hogy kicsit menjünk vissza az időbe, jó? Annél arra emlékszem, hogy egy karácsony volt, amikor eljöttél először a fiatal egy rajztanfolyamra. Mi volt a motivációd, mi volt a célod, mit szerettél volna elérni? Én nekem az volt az érdekesetet, hogy Gergővel ugye egy És arra voltam kíváncsi, hogy én, aki elvileg tudok rajzolni, mert hogy úgy születtem, mert hogy csináltam, mert hogy dolgoztam benne, mert hogy rajzol, meg tudom nekem mit ad ez. És amit te mondtál az előbb, nekem azt adta, hogy adtátok, hogy úgy szoktam fogalmazni, hogy kiszabadult a szerep a parakból. Te segítettetek nagyon sokat nyugodtan. Emlékszel az, hogy még mikor volt ez, hogy hány évvel ezelőtt? Ez 2014. decemberében volt szerintem. Akkor már 6 éve. Körülbelül 6 éve, és ez lehetünk önálló kiállítása. Wow. Illetve nem önálló. Nem önálló, mert mennek haza. Jó. Látható, hogy föltenni az életet. Gergő kedves, te vagy az egyik legrégebbi tanítvány, aki azóta is minden évben visszajár. És én azt tudom, nem emlékszem az évre, hogy mikor jöttél először, de azt tudom, hogy május volt és távol. Nem május volt. Nyár volt, nem május, nem augusztus. És 10 éve át, amikor kezdtél igazából a oktatását. Az egész napján. Talán egy távol volt, amit még akkor tartottak, hogy igen, az lehetett az a minulós május, és akkor utána, amikor az Isten csodában voltunk, Mária-halmon voltunk, a biofalokban az volt a Jézus, és egy nagy mérföldkő volt, most vegetáriánus lettem, mert 4 napra, más választásokat. Nyertek a spektaport.
Igen. Szóval te 10 éve kezdted. Igen, Andi, te 6 éve kezdted. És a ti közös ismeretségetek, én azt gondolom, hogy a balatonfüredvári táborainkhoz kötődik leginkább. Ugye, hát úgy ismerkedtek meg szerintem, hogy sokszor voltak egy táborban, egy idő után már folyton egymás mellett ültek. Nem tudta, hogy jó hatással vagy ebben. Nem, hogy jó csupás. De hogy szentékosan fogalmazok így, hogy mikor melegedtetek össze? Pontosan ezért fogalmaztam így. És nem érem, hogy egyikötök feleséges férje sem sértődik meg ezen a szó. Ők is melegen. Mondani tudom a kiszorult barátságotok, hogy abban a táborban mi egyszer szerveztünk egy varázsoljárást. Egyébként pont abból az indítatásból, amit most az előbb az elején elmondtam, hogy nem az a fő motiváció, nem csak az, hogy megtanítsunk festeni és rajzolni, hanem hogy egy határátlépés, hiszen amikor eljött hozzánk valaki, akkor lehet, hogy pálcik ember tud rajzolni, és amikor kimegy onnan, akkor olyat rajzol, vagy olyat fest, amiről előtte nem hitte volna, hogy képes. És a parázsoljárás is számomra ezt szimbolizálta, és ezért szerveztük meg nektek a táborba, hogy az is egy határátlépés. És abban a parázsoljárós buliban volt egy rákészítő gyakorlatsor. Egy ilyen 5 órás meditációra gondoljatok. Ahol ti párok voltatok. Igen, te fogtad, hogy akkor vele leszek párva. És azt mondtad, hogy nem tudtad, hogy te mondtad. Menni a Dunához, mert tele van vízzel, mert utána azért szoktunk törtünni is egyébként, csak ki azt már alig várom. Kilométereket vegyünk a pusztán, és, de ezek mind persze mind jók, és ezek ebből nőttek, tehát egy ilyen tényleg egy mikroközösséget és egy külön univerzumot hozott létre ez az egész táborozás, meg az, hogy, egyáltalán a közösségetekülési körülményeket keresztül, és egy nagyon jó barátság alakult. Tehát az, hogy aki képes otthon, hogy jön egy megnyitóra, az azért az egy jelent valamit. És az volt egyébként egy ilyen mérföldkő, az a parázsom járás, azt nem is tudom, mikor volt itt. Igen, azt mondták akkor, és ez érdekes, hogy akkor most tűztestvérek lettünk, és én nem tudtuk még akkor, hogy ez volt. És tényleg. És meg tudjátok, tudom, hogy volt egy feladat a egymás szemébe nézés. Háttal kellett állni. És hogy az mit jelentett nektek? Mert akkor tudom, hogy te valamit mondtál a Gergőnek. Meg is ezt mondtam. Hát el is írtam magát, mert... Igen. Jó, ez egy kurintim, oké. Ennyire jó vagy. Mi álltunk, ugyanazt éreztük, mert azt mondták, és
aztán... És akkor megmondtuk a néninek, hogy de ez jól mondom, és akkor ő se... Tehát valami összejött, tehát mindenféle... Minden. Valahogy a tényleg és időben az valami összejött. És igazából nagyon sok jó dolog jött ki belőle. És mondtuk egymásnak, így van. Hát igen, akkor ez az a pont. Ez a pont. Ez a pont. Csak azért, mert egy evetés voltatok együtt táborban. Evetés voltatok együtt táborban, csak akkor nem volt meg ez a szoros barátság, és ez a szoros barátság ettől a varázson járós dolog. Igazából ez egy régen pont volt, az kétségtelen. És akkor ott utána már kerestik egymást a igen, és onnan többiekkel is. Mert pont egy idős közöttjén, ott a született, és olyan idős. Innentől kezdve már szándékosan egymás mellé ültetik őket a táborba. És innentől kezdve sok éven keresztül egymás mellett alkottatok. És emlékeztek-e arra, hogy melyik azok a képek, ami most ki vannak állítva, hogy mik készültek egymás mellett? Hát abszolút nem, te mindig lesz volt. De csak jó szándékos segítsek. Hol lenne egy kidolgozva ruhája a listának? Azt, hogy azt tudtok, kép alkotási közben hányszor hallottam, hogy css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 s
segítem. Jó, hogy elviccelitek, de most konkrétan meg tudjátok mondani, hogy mely pedig tehát? Most februárban, ami ott volt tábor, az a az órásnak. Az órásnak? Nekem pedig az a volt, hogy a több szembenéz az adányzó, mellette a piros borra, meg ez a meg a kislány. Mert a kislány borom, majd hát ezt lesz a jöhetőleg. Igen, most így megnézitek, hogy mire mutattak rá, hogy az és ez, vagy az. Tényleg két művész és két stílus. Egy kislány mellett készül egy majdnem akt. Jó, hát reménykedünk, hogy majd aztán. És szerintem, hogy milyen hatással vagytok egymásra, akit egymásra. Kívülről, nekünk kívülről nézve, én most az augusztusi kárborban mondtam is a többieknek, hogy most nem voltatok ott, hogy sokkal több kép készül. Láttam, hogy elberagad, és akkor az első körben van, mondjam, a hajával ívelődik, amikor már régen egy elkeával kell menni, és akkor segítek, motiválom, hogy szerintem megyünk, vegyünk valamit, vagy... Pontosan így, igen. Milyen régen gyújtott... Ezzel inkább fel kellene kajnom, amíg ő még alszik, hogy be tudjam helyezni. Milyen régen gyújtottunk rá. Ő nem is tovább szinte. Próbálom rávenni, hogy próbálja ki. Meg így leszokjon. Nem is tovább van, de ilyenkor szoktam. De igazából tényleg olyan szexióban ülünk már, mert minden, tehát amikor összejön a tábor, akkor tényleg sok mindenki van úgy, hogy mint a végtelen, akkor próbáljuk egy technikát össze. Van olyan, amikor már, mint amikor már festett korábban, de jobban el akarja mélyíteni a dolgot, gyakorolni megy oda, azoknak is sokat segítünk. És van egy ilyen asztal, ahol ott ülnek az ilisek, és akkor az a tünet, hogy akartam csak haladni a helyetek. És akkor ott ülünk még, és akkor néha tényleg alig tudok dolgozni miatt, de egyébként... Hát, igen, mert én elmélyülök, hogy akkor megköstem az életem főbűvét, az időt, meg hogy ez nekem mennyi mindent
Csak azt kell mondani, hogy dög legyek. Úgyhogy dög legyeket kell keresni. De kellett is egyébként. Felhívtam a figyelmet, hogy a bókhálós óra előtt biztosan vannak legyek. Tehát a bók eszi a legyek. Tehát, hogy ha már részlet, ugye, mert a részletekben megkezik minden. Igen, hogy a részletek. Földes kincsen, de a részletek hol vannak most? Ha döbbölt, ugye hol lenne az élet a képből, ha nincs benne a döbbölt? És beletestettem, és szerintem van is a döbbölt. Úgyhogy ilyen hatással vagy ilyen. Szerintem. Nem tudom, hogy ezt így. Szerintem ez lejött, hogy milyen hatással vagyok egymásra. Ezt kezeljétek el a táborban is. Ez milyen ez? És ezért nem tudnak a többiek akkor tőlünk. Nem egyébként tudnak. Csak lassan. De ezt majd ők megmondják. Nem merít sem. Igen. De jó hangod. Szóval. Kedvesek, hogy hobbialkotóként kezdtétek. Ugye megismertetek sok technikát, sok eszközt. Mind a kettőtöknek a festés lett a végül a talán a szerelme, ezt lehet mondani. Igen. Szerintetek mi volt az a pont az életetekben, amikor azt mondtátok, hogy nem hobbi alkotó vagyok, hanem ami ki is van írva a megnyitó vagy a meghívóra, hogy festőművész. Csak már Andi, én emlékszem még arra, amikor talán a legelső kiállítás megnyitó volt itt, és utána hívtak a helyi tévébe. És a műsorvezető azt mondta neked, hogy művésznő kérem. És Andi nekem utólag elmesélte, hogy én meg néztem körül, hogy kihez beszélünk. De hogy én vagyok. Igen, és meg kellett szokni. És meg kellett szokni ezt a titulust. Illetve hát nem olyan emberektől is kaptam megerősítést, akik tényleg szakmailag is értenek hozzá, és akkor úgy kezdtem el mindig, hogy igen, szóval tényleg művész vagyok. Vagy valahol ilyen volt, és azért kerestem az utat, és talán is nem titeket, de valahogy sikerült is ezt most már tényleg úgy érzem előhozni, és tudom, így tudom fejezni azokat az eszközökkel, amit tőletek is tanultam, azt, amit szeretnék. Tehát talán itt van. És volt valami, ez egy direkt pont volt, amire emlékszel, vagy inkább egy folyamat? Nem, folyamat, igen. Sőt, nehéz folyamat, mert azért nem olyan, tehát egy festményt megmutatni, ami belülről jön, az olyan, mintha kijönnék minden, és azért azt el kellett oda jutni, hogy ezt megmerjem tenni. Az a bátorság. És Gergő, neked volt-e ilyen pont? Volt, persze. Sőt, hát ez tényleg egy hosszú folyamat, ez nem így működik, hogy elétek egy új kereszteződésed, és akkor onnantól kezdve azt hiszem, hogy akkor én már az vagyok, amit szeretnék, ami szeretnék látni. Ez egy hosszú-hosszú folyamat. Nagyon sok eltépet, meg hazámba dobott kép, meg vászon, meg nem is tudom, mi kell ehhez. Meg nagyon sok gyakorlás. Akkor, amikor én azt hiszem magam, hogy művésző, az nem feltétlenül igaz. Attól, mert nem ért meg semmi, mi nem tudom művésző. Tehát ezt szokták mondani. Hát azért nem állt valami visszacsatolás kívülről, mondjuk szakmai szemmel. És akkor, amikor már én is látom szakmai szemmel, mondjuk így fogalmazzak így, hogy azt a képet azért nem hoztam el, mert nem hozom el, mert, vagy ezt már nem vállalom föl azért, mert akkor már van egy ilyen öncenzúra, vagy egy önkritikus álláspont, hogy meg tudom ítélni már magamról is, ez a hosszú folyamat igazából, hogy magamról meg tudom ítélni azt, hogy ez a kép is volt. Most nyilván ez nem a saját mércémhez képest, mert nagyon sok kezdő művészben esik a bajbába, hogy kezdő az a vezet, a bőhívá, vagy úgy tudom, hogy publikál mindenfélét, és hát nem néz utána, nem tanulni, nem néz, nem vesz föl információt, hogy esetleg utána ki nem nézzen, mert egy perspektíva az nem csak úgy jön az énkről. Vagy hogy hogyan kell egy ceruzát ecsetet, vagy a színekkel milyen kompozíciót kellene összeállítani ahhoz, hogy mondjuk azt a képet meg lesz a fogalmat. De ez egy nagyon hosszú folyamat, és igazából egy keserves folyamat. Tehát ugyanúgy, ahogy az irodalomban itt is megvan az a hogy mondjam, az az út, amikor az ember meg kell, hogy találja, vagy meg kellene találja a saját hangját. És amikor ez a saját hang már megvan úgy, hogy meg tudom bármilyen képet, tematikában, technikában meg tudom fogalmazni a képet, úgy, hogy én vagyok benne. És ráadásul ezt még jól is teszem, tehát mondjuk úgy, hogy helyesen, meg arányosan, még akkor, hogy abszakszigóról van szó, akkor el lehet már azon, akkor már lehet kijelenteni, hogy valami a szinten legyen azt a szintet, hogy művész vagy. De ez egy hosszú folyamat, ez egy természet. Mi nyáron készítettünk, még ti sem tudjátok. No.
És pont ilyen kérdéseket tettünk fel neki, hogy vajon mi a különbség a hobbi alkotó és a művész között. És szerintem egy nagyon jó választ adott erre, hogy ő azt mondta, hogy a hobbi alkotó, ő lehet egy mesterember, aki nagyon jól ismeri a rajz és festés és pasztel technikákat. És attól, hogy valaki mondjuk realisztikusan, akár hiperrealisztikusan fest vagy rajzol, ő még nem művész. Akkor válik valaki művészé, hogyha van egy kommunikációs szándéka, amit a művein keresztül el szeretne mondani. Van egy vágy, amit meg szeretne osztani az emberekkel, a nézőközönséggel. És amikor megjöttünk ide, és végignéztem, hogy mi van odaírva a képek alá. Hogy én azt gondolom, hogy a képei az messze menőkig mindegyiknek megvan a maga üzenete. Hogy melyik a kedvenced, és számodra mit jelent, melyik mit jelent most? Hát egy kettő között én választom, amit legutoljára csináltam a magamban, igen, nevetni fogsz, de az ott az a fal, amit az ügyeihez nem tudtam a meditációban, mert összekapcsolódik az időképpel, mert eljutottam valahogy egy olyan pontra magamban, ahol azt gondolom, hogy van már annyi, tehát hogy megengedem magamnak azt, hogy azt a tudást, amit én most már így magamra szedtem, vagy azt a belső értéket, vagy nevezzem, nem tudom én, kaptam, és van, azt most már tényleg bennem van, és tudjam is ezt elfogadni, tudjam ezt kezelni, és tovább is tudjam adni is. Ez most nekem a legfontosabb, és ezért született ez a kép, ez szimbolizálja nekem, de most és az idő is, mert az meg, hát itt nagyon sok jelentése van ennek a képnek, azért megkeresett valaki, hogy használni szeretné a disszertációjához, ami a lélek földönetődött idejéről szól, például is az idő. Vagy igazából az idő számomra olyan megfoghatatlan abból a szempontból, hogy 50 éves lettem, és ugyanúgy érzem magam, mint 18 évesen. És akkor azt mondom, hogy most akkor oké, 18 lettem, 32 év tapasztaltam, és ezt kiszámoltam. és hogy hol van az idő, nem tudom megfogni, megmagyarázni, nem lehet kézzel megfogni az időt, és találnak, hogy ezek a bokhálók, a bezártak kedve az öreg számlába, ez nagyon jól visszaadja azt, hogy most van, vagy nincs, hogy hol van. Tehát ez ilyen, valahogy ezt akartam abba lefesteni, és nagyon köszönöm, hogy sokat segítettek, de ez volt, igen. Ez volt a lényeg. És az elengedés. Jaj, köszönöm. Igen, az elengedés az tavaly készült. A tavalyi karakérdésen kapcsán megértettem, hogy Gerda jutott meg, amely készült. Akkor valószínűleg nem voltam még életre, hogy kirakjam. És az elengedés az szintén kapcsolódik ez a kettőhöz, hogy most nagyon sok mindent el kell engedni ahhoz, hogy lépni tudjak előre. És talán az egy olyan fontos kérdés nekem a lényben. Sandi, sok világ van kint. Igen, és mivel az a címe a kiállításunknak, hogy időkép, tehát hogy az idő az ugye van vagy nincs, próbáltam olyan képeket elhozni, amik idő
virágok ugye itt döfnek, mert azt abszolút nem tudom mihez kötni. És mivel nagyon foglalkoztatott már akkor is, mikor Jánosnak esettem az idős arc, mert szerintem gyönyörű, ugyanígy nálatok csináltam még régen ezt az akvarell ceruzás portrét az öreg arcról, és a néni is az öreg kéz, nem az öreg arcnak a megfestés, és sokkal nehezebb, mint egy férjét sima bőrt megfesteni. Ezek most így inkább így foglalkoztatok és kapcsolódnak az időhöz. Ennyi. Aztán rájöttem, ahogy ezen elkezdtem gondolkodni, hogy milyen képeket hozzak még, hogy tulajdonképpen bármelyiket is megfestem, akkor egy akkor ott megállítom az időt akkor a képen. Úgyhogy erre jöttem rá, hogy így gondolkodtam, hogy készültem ennek a kiállításra. Gergő, neked ez a kiállítás, ami most itt van, úgy gondolom, hogy egy óriási nagy dolog. Mert még soha egyetlen kiállításon nem engedték a Gergőnek kiállítani az akt képeit. És nagyon köszönjük a Művelődési Háznak, hogy itt lehetett. És hogy megmutathatod így egyben. Meg hogy megmondod őszintén, hogy sokat a táborban festettél, de hát nagy részét ismerjük, ismerem, láttuk, hogy készül. De így egyben, most látjuk először, és szerintem nagyon impozáns. Nekem nagyon tetszik így egyben, hogy hogy vagy te ezekkel? Hát én igyekszem most már, hogy sorozatokban szeretnék gondolkodni, pont azért, mert ennek a kiállítás a ráma is már maga a címe, pont azért, mert ugye amikor a borról, meg erről a kicsit ilyen hedonistább életfogásról szól. Az, hogy kiállíthatom a aktokat, azt külön köszönöm egyébként, mert nem tudom, több volt már kiállítás, ami nem volt vegyes is, és ott volt, amikor hát nem egy cicide volt. Szeretjük is magunkat. És volt, amit azért engedtek mondjával, tehát a őszadi az többször is volt már kiállt a szerencsére, de azt így ennyibe ebben a sorozatban, az által és már a sorozatban ez az első kiállítás, tehát egyébként, ami azt szeretném tovább tenni, ahová lehet. És ha nem lehet, akkor nyilván meg kell csapni, amit ezt tud hidani, és akkor már meglátjuk, hogy mit lehet belőle kihozni. Lehet, hogy nem lesz több egyébként ebből a sorozatból. Tehát az, hogy most megüljették, ez nagyon klassz. Tehát azért valljuk meg, hogy az aktoknak a művészi érték az nem feltétlenül pornográf. De egyébként láttam már olyan ilyen kemény festményeket is, ami valami jó és művészi ábrázolt szerelmeskedő párokat, amivel én nem tudom, továbbra sem látok kifogást egyébként. Tehát hogyha ezt akár gyerekek látják, nem feltétlenül kell a püdéria mögé elbújva, úristen, most ebből mi lesz, hát ezt akarja csinálni. Tehát egy jó esély az, aki nincs dolgoktól kezdve, te is fogod, ha van ezt. Mondjuk most tankokat is megyek, akkor azért akkor nem tudom, akkor azt lehet megjelenni. Tehát ezt ebből helyesen tartom is. De ez a trend, meg ez a közvélekedés, meg ez a társadalom berendezkedése, hogy a testiség és a szerelem, vagy a szexualitás az van, ami rögtön valóban legalábbis tálókat lehet akarni mindenki. Főleg a gyerekeket, amik mindenki nem értek, hogy ebből szóval lesz romol esetek végül. De a fejlődött, de egyszer meg is kérdeztem egyébként az egyik kiállítóteremben, mert Fehérvárban a Civil Központban volt egy kiállításom tavaly év végén, és ott a pengeírás volt akkor a harmadik kiállítása, és azok a képek azok késes képek voltak, tehát azokban nincsen, nem volt ecset, hanem mindegyik testek késre készült, és volt van ott is olyan, azok között is olyan képem, amelyik testek késre készült, mert ott is ott mondták, hogy a szülő úgy neveli fel a gyereket, hogy hát igen. Meg a pedagógus úgy viszi el a gyerekeket, hogy ezeket a képeket úgy néz, hogy van valami mondani valója, vagy ötös tartalma. Egyébként is egy rövides kell, hogy minden el lehet mondani. Hát akkor hol ezzel a kapcsolatban sem nem mondtam ilyen. Ott azt mondták, hogy ezt nem. Úgyhogy akkor az ott nem. Hát minden más, tele voltunk csónakokkal. Köszönöm.
Hát igen, gyakorlatilag igen. Tehát az élet azért szép, az élet azért jó. Tehát, és az, hogy a álmod és mámod, persze, hogy az egy ilyen fajta delirium igazából, amit az ember valahogy jó megint. Tehát nem részeknek kell lenni, hanem egy jó modellkortulása az jó. A nők egyébként is jó. Tehát a női test az egy álmod, az, hogy milyen asztrakciót fog kifejezni most itt, van az a három kép gyakorlatilag. A tél, tavasz, meg a nyár. Nem a tavasz, nem aztán nem direkt. Az ősz van itt, meg a nyár, meg a tél. És nagyon-nagyon kifejező, vagy a fúriának a feje, vagy a csillagszemű, vagy hát, tehát nagyon-nagyon kifejező egy női test az észak. És álmod is már azért a sorozatok a címemet, ugye a horrorról is a nőkről szól. Ez egy hedonista felfogás, igen. Az élet igenlésről szól, egy férfi szemben. Ott egy lezsikus pár gyakorlatilag éppen a csókolónak is elkezdenek. Egyébként az egy repolytos ívének a képéről készült. Mi lesz, ha nem élet igenlés? Így összefoglalva az idő, időtlenség és az életigenlés. Ezeket a képeket látjuk itt a ti szemszögötökből, hogy nektek figyelet. Én kívánok nektek sok sikert még, és további sok kiállítást, akár külön, akár együtt. Nem tudom, mit szokás ilyenkor mondani, hogy most megnyitom a kiállítást. Pont ez. Ráhibáztál. Hát akkor megnyitjuk most közösen ezt a kiállítást, és én ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy ne csak a képet nézzétek meg, hanem ami alá van írva, azt is. Gondolkozzatok el rajta, hogy szám nektek mit jelent, meg hogy a művésznek mit jelent. Bár most így kaptunk ízelítőt, hogy számotok, amit jelent. Van-e még valami, amit ti mondanátok, vagy úgy jönnétek, hogy kimaradt ebből a... Én csak annyit, hogy nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél a Harasztiból ide hozzánk. Nagyon köszönöm Gergőnek, hogy Zámolról eljött ide hozzánk, Velencére. És azoknak is köszönöm, akik ilyen messziről jöttek, Szentendréről, Sopronból, Budapestről. Felcsútról. Én csak, hogy értsétek, vannak itt sokan. Végig az évből. Hát az a Facebook csoport nevű, vagy a Messenger csoport nevű, hogy a Horda. Ugye? Tehát igen, tehát ugye a hordában. Hát a baltalatosok háztak lenni igazóban hordája. Ez az a igen. És egy része itt hordunk. És messziről jöttek, és nagyon rendelünk. Úgyhogy köszönjük szépen, de azoknak is nagyon köszönjük, akik a szomszédházból vagy Derőcéről jöttek, mert én nagyon-nagyon-nagyon örülök meg mindenkinek. Köszönöm, hogy itt vagytok, és mindenkit ott a hátsó asztalnál várunk egy kis kóstolóra. A répát különösen ajánlom. Azt mondja nekem, hogy mivel fogjuk megkínálni őket a répával, mondom, képzeld, mindenki állítatom, azt mondta, hogy lenni a répával. Én ezt nem gondoltam. Úgyhogy van répa, egyetek. Én már csak annyinak szeretném megkínálni Gergőt, és nektek is nagyon köszönjük, hogy nagyon megtisztelő, hogy eljöttetek, és remélem... Nehes, de hát. Remélem, hogy még lesznek ilyen alkalmunk. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. Mm-hmm.
Köszönöm.